De ne ilyen ilyesmi, mert vele smároltam. Úgyhogy ott ne. Ne. De még, az még nagyon rég, akkor még, de ezt ki ne rakjátok. Sziasztok, én Zsani vagyok. Sziasztok, Dominika vagyok. Sziasztok, Petra vagyok. És ez pedig egy Valentin napi kérdezz felelek. Hát, leginkább az arcát, a kezét. És hát igazából nálam inkább a kisugárzás dönt, és nem is az, hogy néz ki. Persze az is fontos, de... Hú. Az összképet. Legyen jó stílusa, nézzen ki jól, és ennyi, tök mindegy. Az összképet, de szerintem nem tudom, az arcát mondjuk, ha választani kellene. A kezét mit nézel meg? Nem tudom. A nők általában megnézik a férfiaknak a kezét. Tiszte a körme, dundi vagy dundi. Szerintem nem volt úgy kifejezetten ciki. Életemben nem voltam még randizni. Szerintem inkább nem is ciki, hanem kellemetlen volt, amikor találkoztam egy sráccal, és elmentünk találni, és így nem tudtunk miről beszélni 10-15 percen keresztül, és így, utána azt mondtam neki, hogy oké, ne haragudj, nem tudom, mennem kell. Nem voltam még randizni azért, mert én mindig úgy jöttem össze mondjuk úgy valakivel, vagy hogy már ismertem valaki által, és akkor így nem volt olyan, hogy ismeretlenül elmegyek valakivel randizni, meg nem is szeretek ismeretlenekkel szóba állni sem, nemhogy találkozni, vagy én nem mennék el soha ismeretlennel találkozni sehova. A mostani barátommal úgy jöttünk össze, hogy az akkori legjobb barátnőmnek volt ő a legjobb fiú barátja. És akkor ezáltal ugye megismertem, egy társaságban voltunk, és akkor ugye találkoztunk először többen, aztán néha csak kettesbe, de így barátként, és akkor így kialakult. Szóval, hogy pakolok mindig, pakolok mindent, mindenhonnan elpakolok, mindig minden zavar, hogy mi hol van. Türelmetlenség talán. Hú, a legfurább szokásom, és a legidegesítőbb szokásom az az, hogy minden fürdés után kifújom az orromat, de elvileg nagyon hangosan fújom az orromat, és ezért Gergő fel tudná akasztani magát, de annyira ki van tőle, hogy azt mondta, hogy ezt utálja bennem a legjobban az orrfújásomat, mert nagyon idegesítően fújok elvileg orrot. De csak fürdés után idegesítőben mindig? Szerintem mindig, de legtöbbet ez nem tudok úgy lefeküdni, vagy nem tudok úgy semmihez nyúlni, hogyha a fürdés után nem fújom ki az orromat. Hiába nem folyik, de ez ilyen berögzült, hogy nekem ki kell fújnom az orromat, de elvileg nagyon hangos, és mondta, hogy ennél rosszabb és idegesítőbb nincsen, és legszebben elhagyná miatt. Szerintem legyen bátor és kedves. Ne legyen rámenős, inkább intelligens. Egy adiverses kötettel jöjjön. Én szeretem az ilyen lazább fiúkat, akik... Nem tudom, hát adja magát, és inkább ezt a laza stílus szeretem, inkább az ilyen... Szeretem, ha vicces. A vicces így poénkodik, meg... Hát túl mondjuk úgy bókolgat, vagy poénosan, de inkább a vicces. Igen. Soká. Nem, mikor kalis voltam, akkor beszélgettem valakivel, és így egyik reggel arra keltem, hogy így egy kép, és még kisen nyitottam a szemet, és ez is így félkomásan tiltottam le egyből. Igen, nem szoktam ilyenekre reagálni egyáltalán semmit. Mai napig állandóan küldözgetnek, folyton, de Facebookon, Instagramon, kéretlenben, mindenhol. Én napi rendszeres. Hát talán napi nem, de hát mondjuk havi. Félve nyitom meg, hogyha Instán kéretlenben van, tudod, én csak rá kell kattintani, hogy megmutassa a képet, mindig így úgy nézem meg talán. Van, hogy semmi szia, semmi ízé, csak egy kép. Szerinted azok, akikkel így nem beszélgetsz, csak így tényleg ennyit küldenek,
Hát, hogy... Nem tudom. Hát, ha ráugrok, vagy valami. Ennyi volt már ez a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek. Boldog Valentin napot!